Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a hagymalekvár konyhájában. A mai videóban egy sütés nélküli Raffaello sajttorta elkészítését mutatom meg nektek. A kekszes alaphozzávalói. 180 g zabkex, ez teljes kiölési cukormentes, de csak az íze kedvéért, mert ez nem egy mentes torta lesz, de ez a keksz nekem finomabb. 40 g kókuszreszelék, 40 g szeletelt mandula, és 100 g vaj, amit majd megolvasztunk. Először daráljuk le a kekszet, majd utána a szeletelt mandulát, és a kókuszreszeléket is adjuk hozzá. Sima zabkekszet is használhatok, vagy bármilyen más kekszet, ugyanígy mandulával és kókuszreszelékkel, csak akkor ott a vajnak a mennyiségén lehet, hogy változtatni kell. Próbáljátok először kevesebbet hozzáadni, és ha szükséges, akkor adjátok hozzá a 110 g-ot, vagy esetleg annál többet is. Keverjük hozzá a vajat. Majd nyomkodjuk egy sütőpapírral kibélelt 21 cm-es torta formába. Nem kötelező sütőpapírt tenni alá, én csak azért használok sütőpapírt, hogy ne sérüljön meg a sütemény, mikor kiveszem a formából. Alaposan nyomkodjátok le egy spatula vagy egy egyenes alju pohár segítségével. Ezután tegyétek hűtőbe. A krém hozzávalói. 400 g krémsajt, 400 ml tejszín, 100 ml kókusztejszín, 150 g fehér csokoládé, amit majd megolvasztunk, 150 g kókuszreszelék, vanília ízlés szerint, 4 labzselatin, 50-60 g porcukor ízlés szerint. A fehér csokira öntsük rá a kókusztejszínt, és mikróba melegítsük meg, hogy a csoki felolvadjon. A labzselatinokat jéghideg vízbe áztassuk be. Ha megolvadt a csoki, keverjük el alaposan a tejszínben. Egy nagyobb tálba tegyük bele a krémsajtot. Arra vigyázzatok, hogy ez mindig szóba hőmérsékletű legyen, és akkor könnyebb lesz krémesre keverni. Adjuk hozzá a vaníliaörleményt, és alaposan keverjük ki. A tejszínből tegyünk félre egy pár evőkanálnyit, mert majd ebben fogjuk a felázott labzselatinokat feloldani. Kezdjük el felverni a tejszínt. Ha már látjuk, hogy elkezd keményedni, akkor adjunk hozzá a krémsajtos keverékből pár evőkanálnyit, majd ezzel verjük tovább. Ezután az egész tejszínt keverjük hozzá a krémsajtos részhez, majd folytassuk a keverést. Ezután adjuk hozzá az olvasztott csokoládét is, és jól dolgozzuk el benne. Félretett tejszínt melegítsük meg a mikróban, majd a megpuhult labzselatinokat csavarjuk ki, tegyük bele a tejszínbe, és addig keverjük, amíg teljesen fel nem oldódik. Jól keverjük el a krémben, majd adjuk hozzá a kókuszreszeléket. A végére hagytam az édesítést, tegyétek bele azt a minimális 40-50 g, én 50-60-at mondtam először, de 40-50 g-ot először a cukorból, majd várjatok egy picit, hogy megolvadjon, porcukrot használjatok, és kóstoljátok meg, mert a fehér csoki az eléggé édes, és mindenki ízlése szerint állítsa be az édességét a krémnek. Az elkészült krémet kanalazzuk a hűtőből kivett kekszes alapra, majd tegyük a hűtőbe addig, amíg megkeményedik annyira, hogy rátehessük a tetejére a fehér csoki ganást. A fehér csoki ganás hozzávalói 150 g fehér csokoládé, 100 ml kókusztejszín vagy sima tejszín is tökéletes, körülbelül 30 g szeletelt mandula, amit száraz serpenyőben pirítsunk meg. A megmelegített tejszínt öntsük rá a fehér csokira, és várjuk meg, hogy elolvadjon benne. Ha kókusztejszínt használunk, akkor nem szűrjük át a csokiganást. Ezután a megpirított szeletelt mandulából tegyünk hozzá 2-3 csipetnyit, arra vigyázni kell, hogy ne legyen túl sűrű, hogy el tudjuk oszlatni a sütemény tetején. A megmaradt mandulát majd a díszítéshez felhasználjuk. Ha megdermedt a süteményünknek a teteje, és hűlt annyit a csoki, hogy ráönthetjük, akkor oszlassuk el a tetején a csoki réteget.
Ezután tegyük a hűtőbe, legalább egy éjszakára. Másnap vegyük ki a torta formából a tortát, húzzuk le róla a sütőpapírt, ha egyáltalán tettetek rá, és díszítsük ízlés szerint. Én kókuszreszeléket, szeletelt mandulát, habcsókot és Raffaellót használtam hozzá. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is. Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek az újabb videó megjelenéséről. Kövessétek a Hagymalekvárt az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!